Erre kaptam egy választ apostoltól, amiben ő azt mondja, hogy minden rendben van. A második levelemben ismét elmondom, hogy nincsen rendben, és fölkérem, hogy távolítsa a táblát, illetve a törvényességet tartsa be. Ugyanakkor a prefektusnak is levelet küldtem, amiben arra kértem, hogy ő, mint a megyében a törvényességnek az őre, úgymond, járjon el azért, hogy a Mátyás szobor kapcsán is a törvényességet tartsa be az önkormányzat. Erre még nem kaptam választ. Ugyanakkor ebben a levélben már kilátásba helyeztem, hogyha nem állítják vissza a törvényességet, akkor a rendőrséghez fordulunk, mert ez a következő lépés, hogy a rendőrségre teszünk feljelentést azt illetően, hogy egy törvényes eljárást megszegtek, illetve törvénytelenül helyeztek ki egy táblát. Attól arrafele már a tárcának nincsen semmiféle más jogi eszköze, hogy eljárjon, mert nem a mi tulajdonunk a Mátyás szobor. Ha mi tulajdonunk lenne, akkor egyszerű lenne, a tulajdonos felmegy és elveszi azt, amit törvénytelenül helyeztek oda. Utána már a rendőrségi eljárásnak a függvénye az, hogy mi lesz a következménye ennek a ennek az ügynek. A tárcának más eszköze nincsen. Én még azt javasoltam a műemlékes kollégáknak, hogy gondolkozzanak más alternatív megoldásokban. Egyelőre az biztos, hogy a kibocsátott engedély az nem erről szól, és a kibocsátott engedélynek nem megfelelően jártak el. Ezt a helyzetet orvosolni kell, és erre a helyzet az orvoslás elsősorban az önkormányzat kezében van, mert a tárcának nincsenek más eszközei, sajnos mondom én, nincsenek más eszközei, hogy eljárjon egy olyan műemlék esetében, amelyet nem ő birtokol és nem ő felügyel. A tárcához tartozó műemlékvédő bizottság nevében Virgil Pop titkár büntető feljelentést tett. Na most ilyen vonatkozásban lehet valamire számítani? De erről beszélek, a büntető feljelentésről. A kérdés az, hogy a rendőrség és majd később, hogyha a rendőrség tovább küld az ügyészségbe, milyen következtetésre jut, és a bíróság milyen határozatot mond ki, mert a büntető eljárás, amiről beszélünk, amelyet Virgil Pop elindított, amelyet a tárca külön el fog indítani, az egy olyan törvényes eljárás, aminek a végét nem lehet látni, hisz a bíróság fogja kimondani az utolsó szót, amennyiben a rendőrség tovább küld és úgy dönt, hogy úgy gondolja, hogy itt valóban történt törvénysértés. Ezt nem lehet megelőlegezni, nem tudom megelőlegezni, de ezek nyilván olyan eszközök és olyan utak, amelyeket nekünk végig kell járnunk és ki kell használnunk, hogyha a törvényességhez ragaszkodunk.